hogy a gyülekezési törvény szerint ilyen eszközöket nem hozhatnánk magukkal. Na de olyan forradalom még nem volt, amit a szabályok betartásával megnyertek. Tehát minden alkalommal meg fogjuk mutatni egy kicsit többet, még egy kicsit többet, és még egy kicsit többet, amikor áthágjuk a szabályokat, és már kényszerpályán van a hatalom, ugyanis most már nem mernek ellenünk fellépni, mert ha fellépnek, akkor olyan lavinát indítanak el, ami nem tudnak megállítani. Ha pedig nem lépnek fel, akkor meg azért fogják elindítani a lavinát, mert az emberek azt látják, hogy még ezt is szabad, még ezt is szabad, még ezt is szabad, tehát akkor gyerünk és összejövünk 100 000-en, 1 millióan vagy még többen a szereken. A különböző helyszíneken lesznek még lehetőségek beszédekre, és kérem is azt, aki úgy érzi, hogy egy odaillő hozzászólása van, azt röviden tegye meg. Vannak olyan helyek, ahol külön felkértem embereket, hogy tartsanak felszólalásokat. Most pedig mielőtt elindulunk, hallgassuk meg a magyar himnuszt, hiszen nem csak a devizahitelekért, hanem egész Magyarországért, a földünkért, az autóinkért és a hazáinkért, vagy a hazánkért küzdünk.